Egyezze meg a buszsofőrök fizetéséről minél hamarabb a pécsi városvezetés, különben a vasasiak, hirdiek fognak rosszul járni, ha leállnak a helyi járatok a sztrájk miatt, mondta a terület önkormányzati képviselője hétfőn. Ha akár csak ritkításokról beszélünk, vagy akár csak, vagy legrosszabb esetben tényleges járat kimaradásos, nagyon minimális szinten megállapított elégséges szolgáltatásokkal, az húsba vágóan közel ezt a 7000 főből, így felmérések szerint azért 2-3 ezer ember közlekedik be busszal a városba, gyerekek, kicsik, nagyok, nyugdíjasok, vásárolni napi szintű dolgokat. Nem beszélve a munkába járókról, nem tud mindenki átülni autóba, ráadásul az meg a levegőszennyezést növelni. Ezért sürgeti a bérmegállapodást a sztrájkra kész buszvezetők és a városvezetés között az Összefogás Pécsért Egyesület. A pécsi melegfelvonulásról is kérdést intéznek a polgármesterhez. Természetesen nem homoszexuális emberekkel, vagy bármilyen más nemi, hogy mondjam, identitású, gondolkodású emberekkel van bárkinek problémája, hanem azzal, hogy egy ilyen Pride felvonulás, ahogy ezt Budapesten is láthattuk a sajtó híreiből, az emberi méltósághoz nem illő helyzetekben láthatunk embereket megalázva, és provokálva másokat. Egy ilyen provokációt nem szeretnének a pécsiek, és ezért meg is fogom kérdezni holnap a városvezetést, hogy viszonyul ezekhez a programokhoz. Az önkormányzatnak kell engedélyeznie a közterület használatot, vagy az Expo Center használatát, ahol előadásokat tartanának a felvonulás előtt. Ezért fordul a polgármesterhez kérdésével a frakcióvezető. Kedden reggel 9 órától ülésezik Pécs képviselőtestülete. A napirenden 27 előterjesztés szerepel. Ehhez jönnének még az ÖPE-KDNP frakció önálló beadványai kérdései.